Sziasztok, én Streardi vagyok, és úgy gondoltam, hogy egy újabb alkalmazást mutatok be nektek, és ez pedig nem más, mint a Defense Legend 3, egy olyan stratégiai játék, aminek az a lényege igazából, hogy különböző őrtornyokat kell elhelyezni, és van egy megadott kör, hogy mennyi kört kell kibírni, hogy az ellenfeleket kiiktassuk, és nem szabad, hogy az ellenfél bejusson a bázisunkra. Úgyhogy ez lényegében hasonlít a Defense Zone 3-ra is. Igen. Most itt kapjuk meg, hogy mi van. Na szóval. Első kör. És akkor ott van, hogy 500 dollárunk van. Full Blood. Ide kell kattintani. És akkor el kell döntenünk, hogy ezeket az őrtornyokat hová akarjuk helyezni. Mondjuk tegyünk oda egyet. Rábökünk. Automatikus level up. És minél jobban fejlesztjük tovább, annál nagyobb lesz a hatótávja. A Hellfire az azt jelenti, ugye pokol tűz, ez azt jelenti, ami arra szolgál, hogy sokkal erősebb lesz a tűzereje, és folyamatosan megállás nélkül fog lőni. Most mondjuk tegyünk itt egy ilyet. Tegyünk oda még egyet, akkor ami ott töltődik, hogy 45% és ez folyamatosan emelkedik, az gondolom egy erősebb erősítés lenne, ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom. Vannak, hát ezzel nem tudom, hogy most ezzel mit lehet csinálni, tehát most ezt így tudom itt irányítani, hogy most merre menjen. Akkor teszünk mondjuk egy lövegtornyot oda, teszünk egy lövegtornyot oda, tehát ez bárhová lehet mozgatni, tehát ez annyiban különbözik a Defense Zone 3-tól, hogy itt egy ilyen kis űrhajót tudunk irányítani bárhová, ha mondjuk tegyük föl, most megmutatom, mondjuk ahol most van az űrhajó, mondjuk ott jár egy ellenfél, akkor itt tudom irányítani az űrhajómat, és akkor az egyből meg tudja gátolni, hogy az ellenfél. Ó, szóval automatikusan tud Hellfire. Ezt ki is tudjuk kapcsolni. Na jól van, tudunk egy légitámadást is indítani, de most arra nincs szükség, ezt tovább tudjuk fejleszteni. Full Blood. Ha fejleszteni. És ott van, hogy Wave 3/4, ez azt jelenti, hogy... szóval tudom mozgatni. Tehát át is tudom tenni, hogyha mondjuk úgy döntök, hogy inkább mégsem oda akarom tenni. Úgyhogy ez itt tök jó. Telerakom lövegtornyokkal az egészet. Hát már többet nem tudok letenni. Ezt tovább... Nem tudom tovább fejleszteni, akkor ezt... teszem ide. Na most ilyenkor mi van? Megállt az egész. Hát most ennél kipróbáljuk ezt a... Jaj, nem ezt mondtam. Oda letesszük, és akkor már is jön új repülő. Telebombázott egészet. Ennek is van valami légitámadása. Mi ez az atombomba szerűség? Szóval ilyen brutális támadást lehet indítani. Közben
tudjuk, tudjuk fejleszteni, ha egyáltalán. Ja, level up! Jól van, level up-ozni tudunk. Minél jobban fejlesztjük tovább, annál erősebbé válik, és annál nagyobb lesz a hatóköre. Na. Megvárjuk, hogy jöjjön az ellenfél. Tehát, hogyha arra a piros háttérrel ellátott fehér tank ikonra rábökünk, akkor el tudjuk indítani a következő kört, szerintem. Legalábbis én úgy gondolom. Mert azért a Defense Zone 3-nál annyival volt a különbség, hogy ott folyamatosan jöttek, ha jól emlékszem. Hát azt a boss-t kell kinyírni, ott megy. Mindegyiknél bekapcsoljuk a Hellfire-t. Na, siker! És újra lehet kezdeni ezt a küldetést arra az esetre, hogyha tegyük föl, mondjuk nem sikerült mind az 5 csillagot teljesíteni. Oké. Na, úgyhogy ezt a játékot mindenkinek tudom ajánlani, aki szereti az ilyen jellegű játékokat. Win gift, daily gift, hát ezek ilyen különböző jutalmak, most úgy látom, hogy nem lehet. Itt kiválasztatjuk, hogy most legyen egy ilyen torony, legyen egy ilyen unlock. Igen. Aztán lehet ilyen különböző csapásokat létrehozni. Hát úgy látszik, hogy most a többit nem tudom megnézni, a többi tornyot, de nyilván mint ahogy a Defense Zone 3-nál is volt, itt is vannak olyan különböző őrtornyok, például most itt gondolok arra, hogy most egyelőre ezt meg teszem ide. Most egyelőre nem indítom el a támadást, mert még most itt lövegtornyokat intézek. Majd akkor indítom el, amikor én akarom, nem pedig amikor ő. Nem csak ez előtt. Ezt nem lehet felszedni. Akkor ez a vissza, és akkor indíthatjuk az első kört. Na nézzük. Hát ezek még csak katonák. Ez még igazából nem vészes. A lövegtoronynak nincsen dolga egyenlőre. És ugye ott van kiírva jobb oldalt, hogy machine gun, tehát ugye gépágyú, vagy gépfegyver, vagy bálamsén, nem is tudom valami ilyesmi a neve. Ott van alatt a három ikon, az azt jelenti, hogy a tank ikon az az, hogy a szárazföldi egységek ellen jó. A hajó ikon az azt jelenti, hogy a hajók ellen is jó. A repülő ikon meg azt, hogy a légitámadások ellen is kiváló. Na most ilyenkor ezt teszem ide, ezt ide, ezt meg ide, indulhat. Érdemes mindenhová tenni, ahol van rá lehetőség, mert bárhonnan érhet támadás, úgyhogy ott fent, ami van a Wave-nél, jobb oldalt, itt ezek, amiket itt mozgatok, ez azt jelenti, hogy a következő körben mennyi egység fog jönni. Tehát ott jönnek a repülők. Jó van ez a rakétás őrtorony is jó a légitámadás ellen.
Hát ez mondjuk lézer, ez pedig multilézer, ez valami brutális lehet, gondolom én. Machine gun, ez már valami durva változat. Aha, ott jön, na azt el kell intézni. Na, ezzel jobb, ha elmegyünk, mert ez kiszemelt. Fel van tankolva, na akkor te nyírd ki. Hú, na ezt kéne javítani. Ezt a lézert tovább fejlesztjük. Addig nem indítok támadást, amíg ezt tovább nem fejlesztem, ezeket mind. Mert ez elég sokba kerül. Na, a Hellfire-t mindegyiknél bekapcsoljuk. Na jó, van, legyen akkor. Úgy, aha, be van kapcsolva a Hellfire. Ezt kikapcsoljuk inkább. Spórolni kell az utolsó körre. Ott van, hogy 8 autó jön, majd a tank az. 13 olyan kis robotkák. És 24 másik olyan autó. Igen. Olyan autók. Eléggé kicsi az ikonja. És úgy látom, hogy ebben nem lehet... Ja, de lehet zoomolni. Ó, és még ilyen halálfáj van ott a tetejükön. Aha. Azok is autók, a zöldek. Hát már nem sok van, de meg lesz. Na, 1361 már megvan, úgyhogy ideje további tornyokat lepakolni. Ha meg mondjuk nem kell, akkor állítólag de lehet ezeket rombolni, de nem lehet. Hát X-el. Úgy látszik, hogy a X-el nem megyünk semmire. Teszünk oda egy olyat, egy oda, egy pedig oda. És akkor ideje fejleszteni az összes tornyot, ami van. És mindegyiknél az autófájat bekapcsolni. Majd elindítom a támadást, miután én befejeztem itt a fejlesztéseket. Meg azt, hogy mindegyiknél a Hellfire be legyen kapcsolva. Mondom, mindegyiknél bekapcsoljuk. Nem lehet már több tornyot letenni? Nem lehet. Ezek szerint csak a kijelölt helyekre lehet tenni. Na jól van, hát akkor indítsuk el a támadást. Mármint, hogy indítsuk el a következő kört. Na, szép lesz. Bekapcsoltam mindegyiknél az autófire-t. Na akkor ennél is bekapcsoljuk, hogy mi a Hellfire-t. Pokoltűz ugye, magyarán szólva. Mindegyiket továbbfejlesztem. Kész van. Mindegyik tovább van fejlesztve, nagyszerű. Viszont annyi volt a különbség, a Defense Legend és a Defense Zone között, hogy a Defense Zone-nál be lehetett állítani a lövegtornyokat arra, hogy most a légitámadások ellen támadjanak, vagy pedig a szárazföldi egység és a vízi egységek ellen. Tehát ezeket így be lehetett állítani. De úgy látom, hogy szerintem ennél is ugyanúgy be lehet állítani. Jól van akkor. Csak még most ismerkedem ezzel a játékkal is.
tisztában akarok lenni a dolgokkal. Jó. Mi ez a gift? Ezek meg szerintem valami taposóaknák lennének. Érdemes ezeket az aknákat ilyen úti kereszteződésekhez tenni. És mondjuk hova tegyem a utolsó előttit. Mondjuk teszem ide, és az utolsót meg mondjuk teszem mondjuk ide. Szóval most onnan fognak támadni. Na, mielőtt még bármit is tennék, ezeket továbbfejlesztem. Mert ugye most innen jön a támadás. Hát az már ki van maxolva. Na, ezt továbbfejlesztem, meg ezt is, meg ezt is. Meg ezt is. Na jó, hát akkor indítsuk el a támadást. Mármint, hogy a következő kört. Sok minden fog jönni, úgy látom. Na hát akkor hajrá. Hellfire mindegyiknél bekapcsolva, úgyhogy nem lesz gond. Úgyhogy, ha bármi probléma van, ez az űrhajó fog majd segíteni. Na akkor te menjél oda, és használd ki magad. Ezt el kell intézni másodpercek alatt. Király, sikerült. Na, egész jó vagyok. Ez mi? Ilyen. Lőd szét őket. Hát ezt meg fogjuk nyerni mindenképp, ezt elállítjuk, és akkor támadás. Ez... Hát így, ha rábökünk, akkor látjuk a teljes élettartalmát, mennyi az életreje. Na, sikerrel jártam. Fejlődött az űrhajó. Igazából most én arra vagyok leginkább kíváncsi, hogy miket lehet egyáltalán vásárolni, tehát most Daily Gift. Lehet egy ilyen aknát venni. Quest. Aha. Ezeket tudom fejleszteni, van itt ilyen is. 20 000 bekerül. Unlock. Ja, ez internet kapcsolat kell. Ezek már olyan űrhajók, hogy valami elképesztő. Ezek mind pénzbe kerülnek. Meg ezek is. Hát ezek különböző. Hát ugye mondtam, AB Storm az ilyen elektromos kisülést tud generálni. Quest. Hát ez valami akármi. Daily Gift. Na mindegy, szóval ez a játék ez ilyen, úgyhogy amennyiben tetszett a videóm, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek meg kommentbe, én ezzel búcsúzom, addig is sziasztok és jó játékot!